Afrika varázslatos. Közel a természethez, közel a tradíciókhoz. Egy csodálatos utazás a nagy felfedező nyomában, az ellentétek földjén. Csavargások Afrikában, Dr. Livingstone ürügyén. Miért pont Afrika? Egy hasonszörű barátom egyszer azt mondta, hogy kétféle ember van. Az egyik szereti Afrikát, a másik meg még nem volt ott. Itt minden eltér az otthon megszokottól. Minden színesebb, harsányabb, brutálisabb. Az ember és a természet nagyon él, és nagyon gyorsan él. Az élet körforgása, a pusztulás és az újjászületés folyamata szinte szemmel követhető. Itt minden igaz, és az ellenkezője is. A színek, szagok, formák, életformák kavargása elvarázsol, megragad, nem ereszt. Itt élni ugyan nem szeretnék, de úgy hat rám, mint a mákony, és már régen rabul ejtett. Filmkészítőként már több tudományos expedíciót kísérve, egyszer megnéztem, kinek a nyomát követve lehet a legtöbbet csavarogni. Ekkor merült fel a skót misszionárius neve. Ha sokat és sokfelé akarsz itt menni, akkor David Livingstone kiváló ürügy. Hát, ha lesz belőle egy jó úti film. Limpopo határvonal a mai Dél-Afrika és Botswana között. Livingstone erre igyekezett hazafelé új missziós telepére, Csonuánéba, mert Mabocában az idős Edwards misszionárius áskálódásai miatt már nem volt maradása. Taníthatatlan, könnyen sértődő, hazug és álnok népnek írják le őket. Én egészen más tapasztaltam a busmanokról. Az igaz, hogy a tulajdon fogalmát nem ismerik, és ebből gyakran fakadnak összetűzések. Nehezen barátkoznak, de amikor bizalmatlanságuk eloszlik, jókedvük szinte nem ismer határt.